rávesedni, könnyű szél elfújnál, itt elkönnyedik, túlcsai elcsúsznál, hogy majd évfélre lépsz, itt vagyok. Új igények mentén, új, megváltozott térben fogadta az alternatív zene szerelmeseit a Petőfi Kultúrtér csapata. Péterfi Bori és zenekarának egyedüli világa, a hangszerelés különlegessége és egységes minősége varázslatos estét hozott. Péterfi Boriék az új lemezüket hozták most ide a Petőfi Kultúrtérbe. Az estek az egyik részében ugye a régi számokat, ugyanúgy a slágereket fogják játszani, a másik felébe pedig már az új lemezről kapnak egy kis ízelítőt, akik ellátogatnak most ide. A hírhet vaddalokat ezen az estén felváltották az elégikus költői sorok, egyfajta vízió a térben és időben is távoli jelenről és jövőről. Nem tévedés, a mindenkori mindennapokról beszélek. Nem a vad oldalunkat fogjuk megmutatni, mert ez egy ülős koncert lesz, egy akusztikus koncert, és úgy is szoktuk hirdetni, hogy a zenekar B oldalát, a zenekar másik oldalát mutatja meg. Nagyon sok, nagyon szép lassú számunk van, és van egy ilyen nagyon erős pszichedelikus világ, ami nagyon közel áll a zenekarhoz, csak a nagy zúzós koncertekből egyszerűen kiesnek, egyszerűen nem lehet ezeket a számokat abba a koncertprogramba belepréselni. Nagyon nagy lenne az amplitúd, és gyakorlatilag ez egy ilyen gyönyörű, finom, elszállós, lebegős műsor, egy ilyen utazás a szerelem labirintusában. Péterfi Bori himnuszai élnek. A jelenség önálló, felszabadult nőideát teremtettek meg, sikereik egyediek, a mai magyar zenében bizonyosan.